Jó estét kívánok, ismét jelentkezik a Párbaj. Múlt héten ugye nagypéntek miatt nem voltunk, azóta pedig néhány dolog történt, ezeket igyekszünk átbeszélni vendégeimmel, Fodor Gáborral, Gajdics Ottóval, Gerő Andrással és Boros Bánk Leventével. Jó estét az uraknak! Jó estét! Jó estét, Marian! És a gyászmunka még tart az ellenzéki térfélen, ezt kijelenthetjük, de azért itt vannak nyilatkozatok, amelyek kicsit felborzolták a kedélyeket, valakinél jobban, valakinél kevésbé. Tordai Bencétől hoztam egy mondatot. Ő azt nyilatkozta, a következő két év arról fog szólni, hogy mindenki megpróbál a saját korlátain felülemelkedni, aztán ki tudja, mi lesz ennek az eredménye. Most adnunk kell egymásnak teret az útkeresésre. Tehát, hogyha együtt nem ment most, korábban külön nem ment, most megint megpróbálják külön, ráadásul a Párbeszéd már nagyon az LP választásra készül. Levonták a tanulságot, új erőre kaptak, vagy ez az a friss magabiztosság, amelyet a leendő társelnök próbál alkalmazni? Ki mit gondol erről? Hát valahogy az az ember érzése szerintem, hogy minden ott folytatódik, ahol abba maradt, tehát nincs igazi változás. Én mondjuk vártam volna azt ezután a rendkívül komoly vereség után, hiszen azért ez egy komoly vereség volt az ellenzék részére, hogy azon túlmenően, hogy én azt gondolom, hogy tényleg nem lehet rögtön azonnal mindent megvizsgálni, mindent kielemezni, hanem ez valóban egy kis időre van szükség. Tehát ezen túlmenően vannak bizonyos dolgok, amiket meg lehet tenni azonnal. Például azonnal meg lehet tenni azt, hogy ilyenkor minden pártelnöknek illik felajánlani a lemondását. Ez egy külön történet, hogy az adott párt elfogadja vagy nem fogadja el, de felajánlani kell. Aztán az se jó szerintem, hogy mindent megpróbálnak Márki-Zay Péterre kenni. Tehát Márki-Zay Péter nem volt jó jelölt, erről többször beszéltünk itt, ugye a műsorban. Na de nem tehető mindenről. Hát itt azért sokkal bonyolultabb képlet volt a háttérben. Hát ugye ezerszer itt kielemeztük a műsorba. Rossz volt a koalíció, elfogadhatatlan volt politikailag és erkölcsileg, mert hiszen a Jobbikkal köttetett meg. Számtalan partner, mint ahogy az utolsó estén nyilvánvalóvá vált. Hát nem tett bele mindent azért a sikerbe, hanem hát inkább azért drukkoltak, hogy ne sikerüljön ez olyan kiválóan. Tehát itt azért ezer tényező volt, nem lehet minden, csak a miniszterelnök jelöltje. Ott van a Gyurcsány anomália is még mindig, hiszen van erre vonatkozó felmérés is, hogy még az ellenzéki szavazók többsége is azt mondta, hogy nem biztos, hogy Gyurcsány Ferenccel kellene tovább dolgozni. Nagyon nagy élmény hallgatni ezt, és az elmúlt napokban egy egészen új formáját ismertem meg magamban is a politizálásnak. Ez sokkal kellemesebb, mint hogyha azon kellene lógatni az órunkat, hogy vajon hogyan fogjuk tudni ezt az országot megmenteni ezektől az emberektől, akikről most beszélünk. Szerencsére nem ez a feladat most. Önmaguktól meg mentsék meg ők maguk saját magukat. Hátra is dőlhetnénk, kérhetnénk egy kávét, ha nem a nemzet, hanem a haza sorsáról lenne szó. És itt elsősorban nem is ezekre a politikusokra gondolok. Jól látszik a mostani viselkedésükön is, hogy ők a saját szavazóikkal sem törődnek. Egyáltalán nem érdekli őket, hogy mi a véleményük. Ahogy Gyurcsányt nem érdekli, hogy őt akarja-e a baloldali szavazó, vagy nem akarja, úgy Tordai Bencét sem érdekli, hogy az ő akciói, meg megnyilvánulásai mennyiben találnak követőre. Ez számukra teljesen lényegtelen. Nekik egy a fontos, hogy azt a hagymázas ideológiát, amelybe belegárgyultak, azt valamilyen módon a megbízóik elvárásainak megfelelően teljesítsék, hiszen akkor jön a lóvé, meg akkor jön a hőn áhított külföldi segítség, ha jön, ez megint az ő bajuk, de a dolog lényege mégiscsak az, hogy Magyarország sorsa fontos, és Magyarország jövője, felemelkedése elképzelhetetlen anélkül, hogy mindazok, akik bedőltek most ezeknek még mindig, majdnem 2 millióan, az ő szerepvállalásokat nekünk segítenünk kell, és meg kell találnunk, hogyan fogjuk együtt ezt az országot elvinni egy boldogabb, szebb jövő felé. Ezek meg azt csinálnak, amit akarnak. De akkor ez miért nem egy dühös vereség? Tehát ez egy nagyon nagy vereség volt az ellenzéknek. 4 évvel ezelőtt utcára vonultak a szimpatizánsok, a politikusok, civilek, mindenki. Ehhez képest ez egy ilyen nagyon szomorú, egy ilyen csendesebb
beletörődő veresség, de miért? Miért nem engedik ki például az ellenzéki szavazók a csalódottságból fakadó dühüket például? De Marian, 4 évvel ezelőtt, ahogy maga mondja, akkor is egy 2/3 parlamenti győzelem volt, és mégis voltak tüntetések. Ez most egy, és ebben a Gábor, nem is tudom milyen jelzőt használt erre a verességre, valami egész drasztikus jelző. Drasztikus, az súlyos. Az súlyos. Szóval itt most egy olyan pillanat következett be, amikor, ahogy mondani szokták, vitathatatlan a dolog. Tehát kiütéses. Ez egy kiütéses vereség. Következőleg nem, hogy nem mentek kitüntetni az emberek, nem is bújtogatta őket senki erre, de az én ismereteim szerint senki egy papíron sem támadta meg ennek a választásnak az eredményét. Lehetett volna valahogy eljogászkodni egy kicsit, hogy megtámad. Senki nem támadta meg. Jó, mondtunk kiosztást a Mi Hazánk, de azt is visszautasította a bíróság. Nem, most én arra gondolok, hogy bármelyik civil, bármelyik ember megtámadhatta volna ezt már a választás előtt. De pillanatra visszatérve az eredeti problémára, szóval ez egy kulturális kérdés is szerintem, és ebben a médiának is van felelőssége, meg ezeknek a politikusoknak. Tehát mindenki a médiából is kérdezi ezeket az embereket, ezek meg ilyen szereplési mániás emberek, és valamit mondaniuk kell. Miközben kulturálisan az a helyzet, egy normál magán gyász esetében is, ezt ismeri a mi kultúránk, ezt úgy hívják, hogy gyászév. Tehát, hogy van egy időszak, amikor magamba fordulok, nem tárgyalom ki nyilvánosan a történetet. A média őket kérdezi, ők válaszolgatnak, és rengeteg ostobaságot mondanak, miközben én arra gondolok, hogy az is a politikai erény egy része, hogy kell tudni hallgatni is. Tehát az egy politikai tett, ha valaki hallgatni tud. Meg az is egy tett, ha beszélni tud. De itt most nem tudnak hallgatni egy csomóan, és ebből rengeteg sületlenség jön ki, és ez abszolút a felszíne mindennek, mert jönnek a hétköznapok, tehát azok a hétköznapok az ellenzék számára, amikor van egy nyomasztó többsége a Fidesznek, meg kell élni az életet, ráadásul még előtte vagyunk annak, amit úgy hívnak a politológiában, hogy a győzteshez húzás jelensége, tehát ha egy hónap múlva megkutatják a közelmutató, ki fog derülni, hogy 90%-a az embernek elment, és a 90%-a a Fideszre szavazott. Tehát egy olyan, de ezt nem ironizálok, tehát van egy ilyen jelenség. Tehát ha ezt mind összerakom, ilyen helyzetben szerintem csak azt lehet mondani, és erre van példa az ellenzéken belül, hogy egy ilyen flagelláns magatartás fel valaki, önöstorozót, és azt mondja, hogy nézzünk magunkba, vizsgáljuk meg, és magunkkal foglalkozzunk. Én abban vitatkoznék veletek, hogy én nem látom ezt a gyász folyamatot, tehát a gyász az egy személyes, tehát egy személyhez kötődő pszichológiai helyzet, aminek ugye már kimutatták a különböző stációit, stb., de ez egy kollektív gyász, tehát és itt nem a vereséget gyászolják, hanem a gyilkos keresik, és a gyilkos pedig közöttük van. Csak mindig a másik ül az asztalnál, tehát mindig a másik lesz a gyilkos, akikre ők rá akarnak mutatni, és ez a dráma ebben a történetben, amiben egyetértek egyébként persze, hogy most jó lenne, hogyha elvonulnának, megnéznék a számokat, végiggondolnák, hogy ők hol szúrták el, hol voltak rossz döntések, tehát egy professzionális politikusként működnének, vagy professzionális pártként működnének, hogy nem, tehát nem érdemes a választási rendszert, a Fideszt, a népet mi egymást hibáztatni, mert lehet. Minden helyzetben lehet választást nyerni. Erre alkalmatlanok volt. Több szavazatot kell gyűjteni. Igen, és tehát megfelelően kell politizálni, és erre mondom azt, hogy nem tudtak megfelelően politizálni. De a tordai jelenség egyébként szerintem beszédes a jelen helyzetben, mert ő azt is bemondta a héten, hogy szállítsunk fegyvert Ukrajnának. Ami szerintem egy... az ő saját szempontjából, most a tartalmilag nem értek vele egyet, az emberek se értenek vele egyet, mi egymás,
de ugye itt is elkezdődött a helyezkedés. Tehát ezek a pártok most már egymás ellen vannak. Itt a farkas törvények. De miért nem abban indulsz ki, hogy ez egy politikai üzem, és különféle alkotó emberek vannak benne. Vannak olyan emberek, akik feltűnési viszketegségbe szenvednek, és nem feltétlenül azért mondják, mert tényleg úgy gondolják, hogy ebből lesz valami. Egyszerűen hírt akar magából csinál. Én értem, hogy hát mondasz. Hát én tudok olyan politikus, aki azt mondta, hogy elcsalták a választásokat. Gondolom, András, kivéve azt a választókörzetet, ahol őt megválasztották. Eddig a hétig azt gondoltam volna, vagy azt is gondoltam Tordai Bencéről, hogy tényleg egy szereplési viszketegségtől fűtött futóbolond. De ez szerintem már politikai helyezkedés. Tehát ő akar a főnök lenni? Nem, hanem felmérték azt, tehát ők is látták a számokat, tehát látták azt, hogy az emberek 90%-a elutasítja, hogy küldjünk a katonákat, hogy szállítsunk fegyvert, stb. De van 10% mondjuk, akire lehet lőni a szó politikai értelmében. És szerintem egyébként egy ilyen nem létező párt, ez a Pártbeszéd, ha jól emlékszem, ugye? Tehát egy ténylegesen nem létező párt Magyarország területét nem tudja lefedni. Hogyha egy ilyen fundamentalista témára rárepül, akkor simán elképzelhető, hogy 24-ben, 26-ban majd 5-15%-ot meg tud szólítani egy ilyen programmal, és ő előre menekült. Tehát szerintem ez már egy, hogy mondjam, tehát nem, nekem nem tetszik, de egy okos lépés az ellenzéki helyezkedés. Csak egy felvetés, Ungár Péter nyilatkozta a következőt, van igazság abban, hogy kevesebb pártra van szükség, lesz-e fúzió? Ja, hát ez már más is felvetette a héten, azt gondolom, hogy ez a kevesebb pártra van szükség. Én nem nagyon szeretem az ilyen megnyilvánulásokat, már csak azért sem, ez úgy hiteles, hogyha utána azzal folytatja, hogy és az enyémet, akkor ezek szerint fel kéne számolni. Tehát szerintem nem ezen múlik, hogy most hány párt van. Tehát 10 párt is lehet sikeres, az ellenzéki oldalon meg lehet, hogy egy pártnak kellene, nem ez a lényeg. Hogyha hát itt lenne... Nem ezt a matekot a választás előtt, nem ezt a matekot propagálták. Persze, na, itt az, ha lenne politikai tartalom, teljesen mindegy, hogy azt egyébként 10 párttal vagy 1 párttal akarják megjeleníteni. Tehát szerintem a probléma az lehet, amit te is felvetettél, hogy itt valójában, ugye én ezért kezdtem ezzel, hogy minden ott folytatódik, ahol abban maradt. Tehát az ember valahogy nem látja azt, hogy megtörtént az, amiről az András is beszélt. Tehát ugye az a sok, ami után jön a gyász, amit te mondtad, a magadba fordulás, az elemzés, tényleg, na most hol kéne másként csinálni, hol rontottuk el. Tehát én ezt hiányolom, hogy nem látom ezt a cezúrát, hanem azt érzem, hogy ott folytatódik, és mi folytatódik, az, hogy nincs tartalom megint továbbra sem a háttérben, hanem ugye azt mondtad, hogy politikai helyezkedésről van szó, igen, bizonyos tekintetben ez, tehát mintha mindenkit az érdekelne leginkább, hogy na most a DK-nak van a legnagyobb frakciója, akkor a DK Jobbikkal meg az LMP-vel megalkotja ezt a tengelyt, ezzel ezt a maroknyi csapatot alapvetően befolyásolni tudja a döntéseibe, a többiek pedig kapaszkodnak egyébként, hogy valahogy ők is beleszólnak ebbe, és az egész végtelen szomorú, az az igazság. Szerintem kellene ellenzék az országnak. Nem arról van szó, hogy az ellenzékek úgy általában olyan embernek kell, minősítenek, erre nincs szükség. Dehogy nem. Szüksége van az országnak. Az most más kérdés, hogy mit gondolunk a szereplőkről, így van. De kellene, fontos lenne, baloldal is kellene, liberálisok is kellenének, megjegyzem. De ez egy óriási probléma, hogy nem látom itt a felhozatalban, hogy valami értelmes gondolkodás lenne, vagy most tényleg történt volna egy olyan katarzis, hogy a vereség hatására, akkor most lássuk, hogy ezt az utat nem lehet folytatni, amit tizenvalahány évet csinálnak, de nem látom ennek a jelét. Amikor magunk között poénkodtunk, akkor mindig mondtuk, hogy csináljunk már magunknak vagy normális ellenzéket, mert ezekkel nem lehet mit kezdeni, de én azt vettem észre, hogy nagyon elhitték a saját propagandájukat. Elhitték, hogy ők most nyerhetnek. Sőt, elhitették választópolgárokkal. És ez a nagy tragédiájuk, hogy ebből nagyon nehéz visszajönni. Most mit mondjanak? Hülyeséget gondoltam? Hülyeséget beszéltem? Hogy nézek szembe azzal, hogy valami olyasmit tukmáltam széles tömegekre, ami egész egyszerűen köszönő viszonyban nem volt a valósággal. És próbálják rákenni ugye a közvéleménykutatókra. Miért nem jeleztétek előre? És akkor mondják, hogy de, mi jeleztük. De senki nem érdekelt. Hát amikor a Medián kiállt, az utolsó mérésével, és azt mondta, hogy nem az a kérdés, hogy nyere a Fidesz, csupán az, hogy mennyivel, akkor azt jó láthatóan
a baloldalon senki nem vette komolyan, és harsogták, hogy most eljött az idő, és most börtönbe velük, és földön futóvá tesszük őket, és lógni fognak, egyszer csak puff, és ott állnak, hogy mi van. Tehát ezzel én értem, hogy nem lehet mit kezdeni, de éppen ezért értek egyet azokkal, akik azt mondják, hogy na ilyenkor, drága testvér, lemondasz, félrevonulsz, az idősebbje unokázik, a fiatalabbja keres valami szép szakmát magának, azt hagy jöjjön egy olyan ellenzék, amelyik professzionális politikusokból áll, az végre kitalál valami víziót az országra. Honnan jönnek ezek a politikusok? A legnagyobb innováció az a Momentum volt itt az elmúlt 10 évben, ami ugye új generációs pártként megjelent, és szenátorilag nem tudják betölteni a funkciójukat. Tehát nem tették bele azt az energiát, nincs meg az ügy iránti alázat, nem tanulták meg, hogy hogyan kell politizálni. Tehát ezekkel nehéz. Viszont itt a pártok kérdése szerintem, tehát hogyha Gábornak valószínűleg igaza van, hogy ha nem töltik fel tartalommal, akkor más logika mentén kell pártokat építeni. De egyetlen egy logika itt most egyébként létezik ebben az egész formációban, az a Gyurcsányhoz való viszony. Ugye Lendvai Ildikót biztos idéztétek már ennél az asztalnál sokat, az MSZP-ssel kiköpni se legyen, nem tudta Gyurcsány Ferencet. Én 10 éve mondom, vagy 12, hogyha az MSZP anti-Gyurcsány pártként folytatja 2010-et követően a politizálást, akkor nem 1%-on, vagy nem tudom, 5%-on, vagy hány százalékon állnak éppen most. Tehát a vákum, az űr, az most jelen pillanatban itt van az ellenzéki oldalon. Gyurcsány az egy örök, tehát az ott van. A DK és Gyurcsány örök. Nem akarnak lelépni a politika színpadáról, akkor az egy adottság. De valaki, mindenki más, Gyurcsány Ferencek szemben kezdi el tematizálni saját magát, akkor legalább a formát megtalálják, amit aztán föl lehet tölteni tartalommal. Hát mindegy, én nem, szóval bizonyos értelemben valami olyan kettősségbe hiszek, hogy minden politikai mozgásnak van egy úgymond társadalmi szervessége. Tehát, hogy a társadalom kimozogja egy idő után azt, amire neki szüksége van. Egy kicsit a piaci normák mentén képzelem el. Ha van kereslet, akkor előbb-utóbb kínálat is lesz. Persze azt is gondolom, hogy ez nem szűznemzéssel születik meg, tehát ezt valakinek pénzelnie kell, tehát mindenfajta érdekek szerveződnek rá. Egyelőre nem látom át azt, amit a Gábor említett, hogy kell egy ellenzék, így van, általában kell. De nem látom még egyelőre azt a társadalmi kimozgását ennek, ami ezt eredményezné, miközben szerintem lennének támogatói ennek, tehát pénzügyileg is támogatói, csak egyelőre ez, ahogy mondanisták, nem termelődik ki. De hát bízzunk benne, hogy előbb-utóbb valami lesz, mert tényleg az, ami van, hát arról kiderült április 3-án, hogy nagyjából egészében használhatatlan. És mivel abból főzünk, ami van, ezért nagy kérdés, milyen lesz a következő 4 év a parlamenti patkóban. Legalábbis a munkát tekintve, Hadházi Ákostól hoztam egy mondatot. Ha a parlament régi és új tagjai attól várják az áttörést, hogy majd most szebbeket, jobbakat szónoklunk, akkor becsapják magukat és a választóikat is. Azt már megszoktuk, hogy átvesszük a mandátumot, nem vesszük át a mandátumot, bemegyünk, nem megyünk be, ez örök vita minden egyes országgyűlés kezdetekor. Na de az, hogy ők mire készülnek, a Momentum részéről Hajnal Miklós mondta talán, hogy új dolgokat kell kipróbálni, teljesen más politizálásra van szükség. Ha nem jön be, kipróbálnak mást. Na de mi lehet ebben az innováció? Mert úgy tűnik, hogy a társadalmi igény nem a durva odamondogatásra, nem a cirkuszra kíváncsi, hanem valami konstruktivitásra, amit eddig nem igazán látott. Hát igen, én hadd folytassam akkor azzal, hogy hadd kezdjem azzal, ha megengeditek, hogy én ezen egyébként végtelenül fel vagyok háborodva ezeken a szövegeken. Tehát a parlamentnek tiszteletet kell adni szerintem, és a parlament az az ellenzéki politizálásnak is egy fontos szintere. Tehát ezt lebecsülni, semmibe venni, az szerintem a szégyengyalázat kategóriája az a helyzet. Tehát ha valaki elindul a választásokon, nyer egy mandátumot, hát föl sem merülhet az, hogy ő nem veszi át a mandátumot. Minek indult el akkor? Hát ez szerintem vérlázító az egész, tehát tiszteletet kell adni a parlamentnek, oda be kell menni. Ellenzéki szavazó az kell, hogy várja ezektől az emberektől, hogy harcoljanak, küzdjenek, tegyenek le javaslatokat az asztalra, menjenek neki a kormánynak, mutassák meg, hogy mi van, és nem cirkuszt várnak, hanem értelmes javaslatokat, az a helyzet. Tehát üres szövegeket lehet mondani az innovációról, de akkor kellene valamit csinálni, és szerintem nem kellene óriási nagy innovációt
letenni az asztalra, egyszerűen dolgozni kell normálisan, fel kell építeni jó elképzeléseket, kell politikát beletenni, mert nem csak szakpolitika van, tehát nem csak ügyesen kell hozzászólni az oktatáspolitikához, hanem annak egy politikai stratégiába kell beleilleszkedni, hogy mit gondolok egyébként a jövendő Magyarországáról. Ezt kéne megmutatni, ezt nem lehet táblákkal felmutatni az a helyzet, meg hangos beszélővel ordítani a parlamentbe. Tehát itt óriási bajok vannak szerintem, tiszteletet kell adni a parlamentnek, és nem ezen fog múlni az ellenzék sikere, hogy mi van a parlamentben, de egy fontos elem ott lesz. Ez egy fontos elem lesz, és a hozzávaló viszony, a parlamenthez való viszony meg fogja határozni szerintem a következő 4 évet. Ha ugyanaz lesz, mint volt az elmúlt 4 évben meg előtte, akkor ez is természetesen a reménytelen kategóriába fog tartani. Hatházi viselkedése rávilágít arra, hogy az ellenzéknek nem csak a súlyos vereséget és veszteséget kell feldolgoznia, hanem azt a kevés győzelmet is, amit elértek. Hatházi nagyot téved, ha azt hiszi, hogy azért szavaztak rá, és azért nyerte meg ő a választókerületét, mert lószerszámos táblát lóbált a parlamentbe. Márpedig ő ezt hiszi. Jól látszik, hogy ezt hiszi, hiszen most már azokat is próbálja fölbújtani hasonló viselkedésre, akikkel hirtelen ennyiből összeszövetkezett. De hogy ez mennyire hamis és mennyire üres, azt jól mutatja, hogy amikor át kellett venni a megbízó leveleket, akkor ebből az ellenzéki masszából a legtöbb megbízó levelet azok a momentumosok vették át, akik állítólag bojkottálni akarják az alakuló ülést. Tehát itt látszik, hogy azt se tudják, hogy mit beszélnek, és ha egymásra hallgatnak, akkor abból elképesztően nevetséges szituációk fognak kialakulni. Különbséget kell tudni tenni a parlamenten kívüli eszközök, politikai eszközök használata és a parlament között, és a parlamentben úgy kell viselkedni, és úgy kell hozzáállni, ahogy az Gábor mondja. Ha valaki ezt nem teszi, akkor visszaél azoknak a szavazóknak a bizalmával, akik őrá szavaztak. Akkor az antidemokratikus, és akkor az nem való a magyar politikai életbe, holott ők a leghangosabbak abban, hogy mások nem valók oda. Elnézést, egy nagyon rövid megjegyzés. Én ehhez nem akarok egyáltalán hozzászólni, mert ez a politikai figura nem éri el az én inger küszöbömet, de egy szempontból eléri, hogy ő a nyilvános beszédbe megengedett egy olyat magának most, ami kulturálisan elfogadhatatlan. Nevezetesen azt, hogy ő azt mondta, hogy ha nem teszünk ezt-azt, akkor attól várhatjuk, a koleszterintől várhatjuk a probléma megoldását. Magyarán szólva azt mondta, hogy kilátásba helyezte, hogy ha nem hal meg valaki, akkor nekünk ezt meg azt kell csinálni, de hát nyilván az is egy lehetőség, hogy meghal. Tehát nem, nyilvánosan nem kalkulálunk másnak a halálára. Tehát ezt meg lehet tenni szűk családi körbe, hogy öreg már a nagymama, hát mi lesz, és akkor az örökséget, ezt meg lehet tenni. De nyilvánosan a nagymamáról sem lehet spekulálni, hogy meghal. Itt most egy közszereplőről spekulált így, és ezzel szerintem egy olyan alapvető kulturális normát sértett meg, amivel politikai álláspontjától függetlenül az én szememben kiiratkozott a civilizált politikusok köréből. No, folytassuk akkor innen egy rövid szünet után, reklám és jövünk vissza, maradjanak velünk. Jó estét kívánok, folytatódik a Párbaj, és ott hagytuk abba, hogy milyen lesz a közbeszéd. Legalábbis egy más aspektusból érintettük, de tényleg romlani fog a helyzet, vagy javulni talán ezzel az új parlamenti összetétellel, mert amit az elmúlt 4 évben tapasztaltunk, hogy közértet vittek be a széksorokba, meg táblákat mutogattak különféle feliratokkal, amit most nem idéznék szó szerint, szóval elég sok mindent láttunk már, a hangos bemondótól kezdve mindent, szóval mire számít? Hát én reménykedem, vagy bocsánat, mondd csak. Nyugodtan. Nem, hát én csak röviden azt akartam, én azért örök optimistaként reménykedem abban, hogy
hogy azért valami angyal átszáll a parlament felett is, és akkor ennek az lesz az eredmény. Mariára gondolsz. Természetesen így van. De hát akkor mi lesz velünk itt a műsor? Hát ez az. Na, szóval, nem hagyom itt önöket. Szóval a helyzet az, hogy valami kegyelmi pillanat azért el kell, hogy érkezzen a magyar politikába, és ugye komolyra fordítva a szót, szóval illene megadni azt a tiszteletet, amiről az előző részben beszéltünk, ezt a tiszteletet, a komolyságot, a megbecsülést a parlamentnek. Jó, és hát szerintem ezt el kell várni. Ugyanúgy egymástól. Tagja lesz a parlamentnek, Szabó Tímea ugyanúgy tagja lesz a parlamentnek, ez még Jakab Péter, tehát ez azért igaz, vannak még néhány. Ez igaz, csak ugye ez megint visszakanyarodunk oda, amivel elkezdtük ezt a mai műsort, hogy és akkor folytatódik-e minden ott, ahol abba maradt, vagy lesz valami más, lesz valami cezúra. Elkezdenek-e gondolkodni a szereplők azon, hogy vajon miért következett be ez a történelmi jellegű vereség? Ezen túl vagyunk, szerintem ezen nem nagyon gondolkodnak. Egymásra mutogatnak, és kész. Hát várjuk muszáj végét, tehát hogyha mindig a személyes saját példájából indulhat ki, tehát hogyha fogalmam sincs, be akarok menni egy ajtón, és mindig rossz kulcsot dugok be, és már rájövök, hogy a negyedik kulcsal sem fogok tudni bemenni, akkor, vagy ugyanaz a kulcsal akarok mindig bemenni, akkor csak megkeresem azt, amelyik jó bele. Tehát itt is ez lenne a megoldás. De tehát egyrészt a személy összetérlőkösebben igazad van. Értem. Hogy... tehát igazad van abban, hogy ezekkel, tehát ugyanazok a személyek fognak ott ülni. Tehát mitől változna meg az ő stílusuk? Én a következőt... De abban azért bízom ottól egyébként, hogy, amit a Gábor is mond, hogy tehát, hogyha így nem működött, akkor csak végig gondolják, hogy máshogyan kellene csinálni. De bejutottak esetben... a parlamentbe, ergo működött az ő stratégiájuk, nem? Tehát ők szerintem ezt gondolják. Aha. Ez egy érdekes felvetés, az ötfős frakció is egy frakció, tehát én ezt értékelem. De szerintem ott mi elégedettek leszünk, hogyha ugyanazt folytatják, mint eddig csináltak, mert akkor 26-ban itt fogunk ülni, és akkor ugyanerről fogunk beszélni. Elmondom, hogy mitől tartok. Mikor hogy múlna el az elégedettséget? Hogy azért abban nagyon bízom, hogy záros határidőn belül elhallgatnak a fegyverek Ukrajnában. Valamilyen formában ott békét kötnek. Rájönnek az Európai Unióban is, hogy teljesen fölösleges vegzálni bennünket és pénzelvonásokkal fenyegetni, mert itt 4 évig ez lesz a helyzet, amit a választópolgárok akartak. Befejezik Magyarországnak a 7-es cikkely szerinti, meg a jogállamisági eljárás szerinti cseszegetését, és ki fog derülni, hogy teljesen értelmetlen arra várni, hogy a most fenyegető válsághelyzetek úgyis megbuktatják az Orbán kormányt 1-2 hónapon belül, és akkor majd mi jövünk, gondolja most a sok szerencsétlen. Mondják is. Ha ez a helyzet elmúlik, akkor látok esélyt arra, hogy akkor viszont valóban teljesen új stratégiát kell folytatniuk. Mert jelen pillanatban, hogy nem ezt csinálják, hogy nem gondolkodnak azon, hogy milyen innováció, hogyan kéne másképp, én ezt annak tudom be, hogy ez a sok ágrószakadt szerencsétlen még mindig azt hiszi, hogy az Európai Unió segítségével meg lehet buktatni az Orbán kormányt egy ilyen választás után is, mert hogy majd jön a válság, hogy majd elszabadulnak az árak, hogy majd itt mindenki szembefordul Orbánnal, mert nem lehet majd megélni, és akkor majd mi jövünk. De miért jönnétek ti, könyörgöm? Hogyan hiszitek el, hogy az a 3 millió ember, aki most rászavazott Orbán Viktorra és a folytatásra, az csak pusztán azért, mert sok-sok körülmény hatására rosszabb lesz az élet, majd ti rátok fog szavazni. Miért? Minek? Na, szóval én ebbe bízom, hogy valami történik. Az, hogy milyen lesz a következő 4 évedig, nyilván az ellenzék részéről latolgattuk, de ugye érdekesség, hogy mondjuk a kormány miben látja majd a fő alappilléreket, és nagyon sokan, vagy sokaktól lehet azt hallani, hogy azzal, hogy az első hivatalos útja Orbán Viktornak a pápához vezetett, annak egy nagyon erős szimbolikája van, úgy, mint kereszténység, úgy, mint család, azzal, hogy egy pozitív választ kapott arra, hogy meghívta Magyarországra a pápát. Megvannak a fő témák és mondanivalók, hogy mi lesz még erőteljesebb a következő 4 évben, illetve itt inkább már ilyen ideológiai nyomaték is lehet ebben. Hát ez más véleményem. Na de Mariana, amikor a pápáról beszélünk, akkor hát maga azt mondja, hogy kereszténység, de hát azért itt a katolicizmusról van szó, azért Magyarország lakosságának jelentős része
protestáns. Többek között a miniszterelnök. Többek között a miniszterelnök is, de kitűnően eljátsza a katolikust is. Ugye ez is a politikai képességei része. És hát azért Európa, ahogy mondani szokták, az antik zsidó keresztény kultúrkör egyvelege, tehát a kereszténységen belül a katolicizmus csak egy pillér egy része. Szerintem igaza van abban, hogy ez egy szimbolikus gesztus, de legalább ilyen fontos gesztus lenne, hogy akár V4-ek valamelyikéhez, amiket megtett egyébként, amikor először tehát az első miniszterelnöki látogatás általában lengyelekhez ment, oda menne, illetve, hát ami szerintem nagyon fontos lenne még, hogy találkozni a német kancellárral, és a majdan, a vasárnap kiderül a lehetséges francia elnökkel. Én szerintem ez nincs kizárva. Igen, gondolom. Igen, de mondjuk azt szerintem az igaz, hogy ennek tényleg van egy olyan szimbolikus... Putyinnal most nem kell találni. Szóval van egy olyan szimbolikus üzenet, persze mondhatnám azt is, hogy az András gondolatmenetét folytatta, hogy most ugye Lengyelországban nem mehetett, tehát ez a lengyel eset most kiesett, ugye a lengyel látogatás, igen, de a pápa látogatás az valóban azt mutatja, hogy az, ami idáig volt, tehát a Fidesz üzenet, a családpolitika, megjegyzem most az ukrán válság miatt is, ez a béke történet, tehát hogy békét teremteni, és ugye a pápa is rendszeresen ugye emellett szólal meg. Tehát ez szerintem a közeljövő politikai üzeneteit, ez kétségtelenül alátámasztja ez az utazás. Már itt hagyd szúrjam közben mindjárt a nézők kedvéért, hogy az, hogy a háború megítélésében, illetve az orosz viszonyban nem vagyunk egy platformon a lengyelekkel, ez egyáltalán nem jelenti azt, amiben az ellenzék reménykedik, hogy itt vége a V4-nek és vége a magyar-lengyel barátságnak. Ugyanis, ha kicsit arrébb nézünk az Európai Uniós frontra, akkor ott továbbra is válnak vetve, és kézenfogva küzd a magyar és a lengyel érdek azért, hogy a józanságot visszaterelje az Európai Uniós gondolkodásba is, úgyhogy nincs szakítás, nincs szakadás, és szerintem lengyelországi látogatás is lesz hamarosan. Ne haragudjon, Marian, még nem valamit lesz, szeretnék mondja, mondani, mondja. De én udvarias vagyok, ezt mondom, rohadtul nem érdekel most, hogy haragszik-e, vagy nem, de ezt nem lehet mondani. Ne, azt akarom, hogy hogy azért az Orbánnék belpolitikai pillérét és igazi stabilitását, ha nem értitek félre, nem a kereszténység adja, hanem az, hogy a kis emberek úgy gondolják, hogy ez a kormány valamilyen szinten az ő érdekeiket képviseli. A kis emberről van szó. Hívhatnám kispolgárnak is, de most nem a kategória az érdekes. Ez az az ember típus, akinek van jövedelme, szerény jövedelme van, hónapról hónapra él, és kevés megtakarítása van. Ez lehet mezőgazdaságból élő ember, városi ember, sokféle. Na most az a kérdés, hogy ez a kormány tudja folytatni azt a politikát, amiből ezeknek az embereknek gesztusokat, és a gesztusnál többet ad, mert a gesztusnál több volt az adóvisszatérítés, a 13. havi nyugdíj, és a rezsicsökkentés erről szólt. Kérdés, hogy tudja-e folytatni. Tehát, hogy nem kerül-e olyan gazdasági környezetben ez az egész történet, amikor ő neki ezért, azért, amazért el kell távolodni ettől. És ez a nagy kérdés, hogy a belpolitikai stabilitást, amit ez a kormány adott esetben a választási eredmény is ezt bizonyítja, jelent, ezt tudja intézkedésekkel tovább folytatni. Szerintem ez a nagy kérdés. Köszönöm, szóval ehhez képest másodlagos, hogy kihez megy el. Igen. És ez még egy picit folytatom, amit az András mondott, vagy hozzátéve, hogy ugye ez azért lényeges, mert ugye most nagyon érdekes volt, ugye pont ugye a tegnapi nap tartott a Gulyás Gergely ugye azt a sajtókonferenciát, ahol arról beszélt, vagy legalábbis egy kérdésre elismerte, hogy olyan 1300 milliárd forint kiadást jelenthet idén a rezsicsökkentés, ami egy olyan súlyos tétel, ami pontosan azt, amit az András mondott, alátámasztja, hogy ez most a kritikus kérdés, ez kétségtelen, ez most a kritikus kérdés, hogy ezzel mit kezdene a kormány. Szerintem egyébként nem vagyunk 2006-ban, tehát ugye 2006-ra visszaemlékezve két hét múlva, amint megnyerte a választásokat a Gyurcsányféle kormány, akkor rögtön bejelentették a megszorításokat mi egymás.
de az elmúlt 12 évig is az bizonyította, hogy tud olyan gazdaságpolitikát folytatni ez a kormány. Pláne egyébként ne felejtsétek el, rengeteg uniós pénzt kellett volna már egyébként Magyarországra utalni. És ez a helyreállítási alap nem ami egyébként jár, hanem ami a Covid utáni helyreállításról szólna. Tehát én azt gondolom, hogy azért a tapasztalat azt mutatja, hogy okos gazdaságpolitikával kezelhető minden helyzet. Viszont András, annyiban vitatkoznék, én nem, hogy mondjam, profiloznám a Fidesz szavazóit, vagy a kormány támogatóit, de szerintem sokkal fontosabb itt az anyagi juttatásokon kívül a kiszámíthatóság, amiről itt az elején beszéltünk, hogy addig, amíg az ellenzéknek nincsen egységes világképe, addig a Fidesznek van, vagy Orbán Viktornak van, tehát le tudod vezetni magadtól is bármelyik szakpolitikai, társadalmi, kulturális kérdésre az, hogy ha az felmerül, akkor milyen választ fog adni a kormány. Nagy eséllyel el tudod találni, 98%-kal. Ugyanezt a másik oldalon nem tudnád elmondani. És ez a kiszámíthatóság szerintem nem csak a kis ember számára fontos, hanem mindenki számára fontos, hogy tudod, hogy 12 év alatt ez a kormány bizonyított, tudod, hogy mit várhatsz tőle ideológiai szempontból, gazdasági szempontból, politikai szempontból, orosz viszony, EU viszony, jó ég tudja milyen viszony, és szerintem ezt az a 3 millió ember díjazta. De én szerintem, hogy mondjam, megsérülni egy futballmeccsen, lehet úgy is, hogy az ellenfél lerúg téged, és úgy is, hogy neked izomszakadásod lesz. Tehát én itt arról, amiről én beszéltem, hogy szerintem az Orbán kormány stabilitását az adja, hogy a magyar kisember úgy érzi, hogy ez a kormány tesz érte. És ha egy olyan helyzetbe kerül ez a kormány, ilyen-olyan ok miatt ezt mondtam, hogy nem tud adni. Tehát nem arról szól, hogy most nem azt mondom, hogy mit akar, nem tud. Ugye az Orbán azt mondta, hogy nem hagyjuk, hogy a magyar emberek fizessék meg a háború árát. Oké, ez egy tételmondat. Na de mi van akkor, hogyha az Európai Unió elrendeli embargóként olajembargót rendel el Oroszországgal szemben, nagyon nagy esélye van. Lehet, hogy ezt a gázzal is szóval mit csinál ilyenkor egy kormány? Mert ugye nem egyenlő helyzetben vannak ezek az uniós országok ebből a szempontból, ki függőbb, ki kevésbé függő. Tehát én nem azt mondom, hogy az Orbán kormány gonoszkodni akar, vagy nem, előállhat egy olyan helyzet, amikor a kényszerek beleviszik őt egy olyan utcába, ahol nem tud kiszámítható lenni. Ezt hogy tegyünk hozzá, hogy én úgy vitatkozom az Andrással, hogy kompromisszumot keresek a kettőnk véleményében, és ezeknek a kis embereknek nézzük már meg, hogy mi most a legfontosabb, a béke. Erről beszélt Ferenc pápával Orbán Viktor. A család. Erről beszélt Ferenc pápával Orbán Viktor. És ez a típusú kiszámíthatóság, arról beszélnek mindketten, és a világ józanabbik fele is, hogy ne hozzunk olyan intézkedéseket, amivel saját magunkat tesszük tönkre. No, mi pedig akkor jövő héten a többi témával folytatjuk, amire nem jutott idő. Utánunk most a vezércikk következik Apáti Bencével. Szia, Bence! Már vége, Mari? Vége! Látja? Túl sokat beszéltek, észre se vettük. Szia, Mari, a szép estét mindenkinek! Ferenc Orsolyával, Lánci Tamással és Kiszeri Zoltánnal várjuk a nézőket. Még mindig téma lesz Orbán Viktor vatikáni látogatása a sajtóvízhangok kapcsán, illetve ma is foglalkozunk az ukrajnai háború következményeivel, hatásával. Ugyancsak foglalkozunk a magyar gazdaság kilátásaival és a hétvégi francia elnök választás esélyeivel. Hamarosan érkezünk a nap vezércikkeivel. Köszönjük, Bence, András is figyelt, mi pedig a figyelmet köszönjük. Nem folytatja, ő a reklám után jön, mi pedig elköszönünk, szép estét, viszontlátásra.